Fogópálinka, forralt bor, toroskáposzta, hurkakolbász a disznótorok igazi hangulatát hozza el idén is a Sóstói Múzeum falu március elején. Az előző évek hagyományaihoz hasonlóan most is reggel 6:30 lesz kapunyítás a disznótoros fesztiválon és böllérversenyen. 7 órakor kezdődik majd az állatok szúrása és kivéreztetése. A csapatok ezután elszállítják a saját portájukra a mangalicákat és kezdődik a feldolgozásuk. A látogatók az elkészült ételeket folyamatosan kóstolhatják majd. A porták úgy vannak kialakítva, hogy a közönség előtt is nyitott, tehát nyilván kellő távolságból szemmel tudják követni a mozzanatokat, hogy mit, hogyan csinálnak. Illetve a csapatok nagy része, hogyha a kérdést tesznek fel a bőlérükhöz, akkor szívesen válaszol, illetve még akár recepteket is, tippeket is tud adni az érdeklődőknek. Jelentkezni még mindig lehet a csapatoknak. 2023. február 25-ig lehet regisztrálni azoknak, akik szeretnék áttélni a régi disznóvágások hangulatát. Az ételek mellett színpadi programok is várják majd a látogatókat a skanzenben, ahol legalább 15-20 ezer adag étel készül majd. Az 5. nyírségi disznótoros fesztivál és 21. nemzetközi böllérverseny nem csak a nyíregyháziak egyik kedvelt programja, a turisztikai vonzereje is óriási. Előzetesen pedig már azt is lehet tudni, hogy március 4-én az önkormányzat támogatásának köszönhetően díjmentes autóbusz különjáratok fognak indulni Sóstó gyógyfürdőre.